Március 24-i adásunkat Galánfi András Kossuth Díjas magyar népművész, Fafaragó iparművész bemutatásával kezdjük. Ezután szót ejtünk a Lengyel-Magyar Barátság napjáról is. Ezt követően elmondjuk a Rákóczi úti forráskút elzárásának részleteit. Valamint azt is elmondjuk, hogy vállalkozói fórumra került sor március 22-én. Fontos témák a gazdaságban és építészetben. A továbbiakban a kábítószerügyi egyeztető fórum ülését mutatjuk meg. Március 16-án érszűkület napon voltunk, amelyet a Magyar Angiológiai és Érszsebészeti Társaság rendezett meg idén már negyedik alkalommal. Pénzügyi hét zajlott a Tököliben, mutatjuk a részleteket. Vasárnaptól egy órával kevesebbet alszunk, utána jártunk a szoboszlói lakosságot, mennyire viseli meg a tavaszi óraátállítás. Ezt követően pedig a piaci híreket mutatjuk meg. A hét közepén a Hungaroszpában voltunk, a Vízvilágnapja alkalmából. Jól jegyezzék meg Békési Eszter nevét, 15 évesen óriási sikert ért el. Megmutatjuk, hogy mit. Magazinunkban visszakanyarodunk az orvosi témákhoz, régiónkban továbbra sincs kanyarós megbetegedés. Majd pedig Kárpát-medencei gazdasági konferencia és kiállítás zajlott a múlt héten Szoboszlón, hagyományőrző nap március 15-én. Amennyiben adásunkról lemaradtak, anyagainkat interneten visszanézhetik.